elsőként kapott egyéni elismerést magyar kutató műszaki területen az Európai Kutatási Tanácstól. Ez a szervezet az Európai Unióban a legkiválóbb tudósokat és a megismerés határait feszegető kutatásokat támogatja. Stépán Gábor Széchenyi díjas akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karának professzora a szerszámgépek rezgéseivel kapcsolatos kutatásáért kapta a rangos Advanced Grant elismerést. A professzorral a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén beszélgetett Csészabó Dóra. Stépán Gábor kutató, Széchenyi díjas akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karának professzora. Miért kapta ezt a kimagasló figyelmet, ezt a díjat az Európai Uniótól? Erre különösen büszke vagyok. Ebben a legrangosabb kutatási programban, az Advanced Grantben eddig ugye Magyarország nagyon jól szerepelt az újonnan csatlakozott országokhoz képest, de jó részt matematikából és agykutatás területéről nyertünk el ilyen díjakat, műszaki területről eddig még nem sikerült. Maga a projekt azt a címet viseli, hogy stabilitási szigetek, valójában szerszámgépeknek a rezgéseivel foglalkozik. A gyártásnak a minőségét és a pontosságát befolyásolja. Nagyon széles körben, a legegyszerűbb otthoni fúrógéptől a gyártósorokig mindenkit érint? Elvileg valóban mindenkit érinthetne, de ahol ez tényleg gazdaságosan visszajön ez a kutatásmunka, ez a befektetés az elsősorban a nagy gyártósorokon van, ahol nagy verseny folyik, például az autógyártók vagy a repülőgép alkatrészgyártók között, hogy ki tud rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű alkatrészt tökéletes minőségben legyártani. És ez ugyanúgy van, mint a járművekkel is, amikor a sebességét akarjuk növelni valaminek, előbb-utóbb valami rezgési problémába futunk bele. Nagy sebességű vonatot is nem azért nehéz csinálni, mert nehéz egy még erősebb motort előállítani, amivel még gyorsabban tudna menni, hanem azért, mert a sínen kell tartani a vonatot, és nem szabad, hogy elkezdjen rezegni. Szerszámgépeknél ugyanez a probléma, ha tovább növeljük a teljesítményüket, akár a forgás vastagságokkal, forgásméreteket, akár a vágássebességeket, a legváratlanabb rezgési problémákba futunk bele. Ebben a kutatási kategóriában az úgynevezett high risk, high gain kutatások szerepelnek, vagyis amikor nagy a kockázat, de nagy a nyereségnek a lehetősége is. Mi három területet emeltünk ki, és ezzel sikerült a bírálbizottságot is megnyerni. Majdnem egy nagyságrendet lehet majd javítani ezeknek a gyártósoroknak a teljesítményén és a hatékonyságán, és ezek közül a legfontosabb a kulcskérdés ez magának a forgásnak a képződése. Magában nehéz elképzelni, hogy ez a néhány kis köb milliméter térfogatú dolog, ami ott fölizzik és leválasztjuk a fémnek a felületéről, ez a hatalmas, nagymerevségű, óriási, több méteres méretű, több tonnás gépeknek a rezgését tudja előidézni. Úgy is szokták mondani, hogy egy több skálájú fizikai jelenség, ahol az egészen kis helyen zajló folyamatok csatolódnak össze egészen nagyméretű gépeknek a rezgéseivel. Mekkora összeget kapott az Európai Uniótól, és ez mire elég? Ez közel 2,7 millió euró, amiből 5 év alatt bizony nagyon sok mindent lehet csinálni. Nagyon sok beruházási költségünk lesz, hiszen olyan a mai technikával a legmodernebb mérőműszereket vásároljuk meg, amikkel ezeket a rezgéseket mérni tudjuk. Továbbá igyekszünk olyan számítástechnikát fölépíteni mellé, amivel már azt tervezzük meg, hogy amikor 5 év múlva a projekt a befejezéséhez közeledik, az akkori színvonalnak megfelelő eredményeket produkáljunk. Ugye még azt is figyelembe kell venni, hogy a számítástechnikai feltételek, akár a gyors kameráknak a sebességei, tárolókapacitása, amivel majd ezeknek a nagy sebességű folyamatokról készítünk felvételeket, hogy ezekkel mi érhető el majd pár éven belül. És természetesen kutatócsoportot is építünk belőle. Magyarországon olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van itt, tehát számomra nem kell külföldről csábítani, bár vannak külföldiek is a csoportban, de alapjában véve a nálunk végzettekkel tudjuk a munkát elvégezni. Az itteniek fognak ezekből doktori dolgozatokat írni ezeknek a bizonyos résztémáiból. Bizonyos értelemben itthon tudjuk tartani ezeket a kutatókat, már eleve ez versenyképes. Személy szerint abban bízom, hogy a gépészmérnöki terület, ami mondjuk így a 90-es években bizony nagyon mély repülésben volt, ez most megfordulni látszik. Visszajött a presztízse, ez egyébként kormányzati támogatást is kapunk, több állami ösztöndíj van ezekre a területekre. Itt is nagyon szép kutatás feladatok vannak, az meg most már egyre nyilvánvalóbb, hogy az ország gazdaságának a javára válik. Milyen társadalmi hatása van ennek a díjnak? A társadalmi hatás, de kettősnek lehet mondani.
Az egyik, hogy a következő generáció számára egy példa, hogy ezt meg lehet csinálni, és Magyarországról is el lehet érni. Ha az ember produkálja azokat a nemzetközi mércével megkövetelt eredményeket, akkor ezt meg lehet csinálni. A másik, ami persze egy közvetlen hatás a gazdaságon keresztül, hogyha a nálunk lévő külföldi cégeknek a gyártósorai jobban működnek, megbízhatóbban többet tudnak termelni, akkor ide fogják hozni és telepíteni az újabb gyáregységeket, és ez már eddig is elindult, nagyon sok világcég bízik Magyarországban. Nagyon sokáig úgy könyveltek el minket, hogy LCC, tehát low cost country, tehát ahol viszonylag olcsón lehet termelni. Az HCC, a high cost country, azok pedig hát nyilván az Anglia, Franciaország, Németország, Egyesült Államok, ugye ott minden termés az drágább. Ma ugye egyértelmű, hogy India meg Kína, őket számítanak inkább low cost country-nak, és ránk bevezettek egy új kategóriát, a BCC-t, a best cost country, tehát hogy azért a pénzért, amit nekünk kell adni, és amennyire mi dolgozunk, mi fogjuk a legjobb minőséget produkálni, tehát optimális hely vagyunk az ilyen befektetések számára. Én úgy érzem, hogy ennek a nagyívű folyamatnak, ami tömpen egész Magyarországnak az erőfeszítése, hogy ma itt tartunk, és a gazdaság ilyen állapotban van, ennek egy kis lépése le ez a díj, amit itt sikerült elnyerni. Ezt az összeget erre a kutatásra más forrásból meg tudta volna szerezni? Nem, egyértelműen nem. Több ajánlatot kaptam természetesen az utóbbi 10-15 évben. Ehhez el kellett volna menni, és én most már abban az életkorban vagyok, hogy én már nem kívántam országot váltani. Elköteleződtem amellett, hogy itthon dolgozzak, és itthon segítsek, és úgy érzem, hogy ezzel a díjjal most egyértelműen sikerült ennek a munkára egyfajta lezárását adni, ami másoknak a kezdete lesz.